Köszönöm szépen, jól vagyok. A térdem azt tulajdonképpen rendben, nem is érzem már. Természetesen azért oda kell figyelni, tehát edzések előtt be kell jól melegíteni különböző izomcsoportokat, de ettől eltekintve tulajdonképpen normális edzés munkát tudok végezni már egy hónapja. Úgyhogy jól vagyok, köszönöm szépen. Hát nem állunk túl fényesen, finoman fogalmazva, kicsit keményebben akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy eléggé rosszul állunk, hiszen közel vagyunk a kieső helyhez, és a szezon előtt megfogalmazott céljainkat úgy néz ki, hogy nem fogjuk tudni elérni, hiszen akkor az volt, hogy feljussunk a csapattal. Most egyelőre ebben a szituációban úgy néz ki, hogy a kiesés ellen harcolunk. Remélem, hogy minél kevesebb ideig, és minél hamarabb el tudunk kerülni ettől a zónától, és elindulni fölfelé. Azt, hogy meddig tudunk eljutni, az egy más kérdés. Egyelőre van még egy évig szerződésem a bolton, még egy szezonig nyártól. Meglátjuk egyelőre, most ugye nem védek a csapatba, tehát ez egy olyan szituáció, amit szeretnénk minél hamarabb orvosolni. Elsősorban az, hogy visszakerüljük a csapatba, aztán meglátjuk, hogy a klubnak milyen tervei vannak a jövőt illetően. Egyelőre még nem gondolkoztam különösebben ezen a kérdésen, de azt gondolom, hogy lassan át kell gondolni, és egy tervet össze kell rakni, hogy hogyan tovább. Hát igen, ez az egész edzőtábornak ugye az egyik fontos eleme, meg gyakorlása ugye arra irányul, hogy március 5-én a finnekkel játszunk, és előtte nyilvánvalóan nincsen más lehetőségünk a gyakorlásra, meg kiválasztani azokat a játékosokat, a keretet, akik csatlakoznak. Az év első meccse, én nagyon remélem, hogy sokan kilátogatnak a pályára, és sokan kíváncsiak lesznek ránk, hogy az új csapat, új szakmai stáb tulajdonképpen hogy állt össze. Úgyhogy remélem, hogy jó hangulatú meccsen tudunk majd nyerni a finnek ellen.